Valószínűleg nem igen akad olyan háztartás, ahol ne lenne fellelhető legalább egy darab Fekete István mű. Az író 122 éve 1900-ban született a Somogy megyei Göllében, ami 20 kilométerre fekszik Dombovártól. A városban 1995-ben nyílt meg a múzeum, ami emlékét őrzi. Mivel jó magam is ott születtem, én már 10 éves koromban tudtam, hogy ki a Fekete István. A pajtásait, gyerekkori pajtásait személyesen ismertem, Berta Jancsi bácsi, Deres Laci bácsi, Teskő Ternő bácsi, Bodó Béla bátyámat, és hát Csár Sándortól kezdve mind ismertem, akik még akkor éltek, és ahogy írja a Ballagó időben, talpig becsületes magyar emberek voltak. Na most az első könyvet én a Kopmányokat testemáltam, kaptam a szüleimtől karácsonyra, és én ugye mindig szerettem a történelmet, és ez a könyv engem megragadott, és én attól kezdve elhatároztam, hogy Fekete István emlékét fogom ápolni. Fekete István József Attila díjas magyar író, számos regény, ifjúsági könyv és állattörténet írója iránt érzett tisztelete vitte rá egykori tanárának segítségével Imrét arra, hogy levelet küldjön az írónak. Írtam neki levelet, ő válaszolt, 16 éves voltam akkor, és leleveleztük, hogy 1970 nyarán, miután megjönnek Ausztriából a lányuktól, az Editkétől, akkor fölmehetek Budapestre, megismerkedhetünk személyesen. Sajnos közben jött a szívroham, és ugye 1970. június 23-án hajnali fél háromkor elhunyt, és 25-én temették a Farkasi temetőben. Ezután fölvettem a kapcsolatot az özvegyel, hát volt azért egy kis kihagyás, ugye én is tanultam, főiskolát végeztem, közben katona is voltam, tehát 1976-ban kezdtem el írni Gölle község, szülőfalunk krónikáját, majd két kötetben meg is jelent azóta, akkor fölvettem az özvegyel a kapcsolatot, és a Zenitnétől kaptam tulajdonképpen minden alkalommal, amikor meglátogattam személyes tárgyakat, könyveket, és így kezdődött ez az egész gyűjteménynek a megvalósulása. Ugye Dombovának akkor nem volt múzeum, a 1995-ben, amikor én ezt megnyitottam, ezt az első termet, ahol most vagyunk. Aztán azóta már 2001-ben, 2011-ben és 2021-ben bővült a gyűjtemény, most 4 teremben láthatók Fekete István relikviái. Sokan kíváncsiak a Dombováron látható gyűjteményre, amelyből jobban megismerhetik Fekete Istvánt. Tavaly nyáron nagyon sokan jöttek, diákok, családok, nyugdíjas klubok, vadászok, vadásztársaságok, tehát azért szeretik, tisztelik Fekete Istvánt, és hát nem véletlenül ugye 20. század legnépszerűbb írója mai napig is. A legfontosabb szerintem a tolla, amivel utoljára írt, ezt az Editnétől kaptam ajándékba, és hát ez nekem nagyon kedves relikvia, de hát itt vannak nálam ugye az útlevelétől kezdve az iskolai bizonyítványai, a születésanyagkönyvi kivonattól kezdve minden személyes tárgy megtalálható, a cigarettatartója, aztán a rádiója, a telefonja itt van nálam, tehát nagyon sok minden tárgy köt hozzá, és sajnos, mint említettem, én személyesen nem ismertem, de halála megerősített abban, hogy nekem ezt a missziót folytatni kell, hogy úgy mondjam. Na most ugye közben kiderült, hogy az édesapja Fekete Árpád, a néhai göllei kántortanító, szintén itt született Dombováron, és amikor én ezt megtudtam, az Edithnél írta egyik levelében, hogy úgy emlékszik, az apus a Dombováron született, és akkor írta a levelében, hogy Imréska, légy szíves, nézd meg a plébánosnál, és valóban 1863. október 5-én Dombovár 12-es számú házba született. Na most a nagypapát pedig Fekete Antalnak hívták, ő uradalmi építész volt itt az Eszterházi családnál, ugye Dombovár Eszterházi birtokközpont volt, és itt is van eltemetve Fekete Antal, a testvérével Györgyel együtt, a György pedig gazdatiszt volt, de ő a Dőri birtokon, és mivel Dombovár Dőri birtok központ volt, őt is ide hozták eltemetni. Hazánkban nincs még egy olyan magyar író-költő, akinek 19 emlékhely őrizné a relikviáit. Emlékmúzeum ugye Göllében szülőház, az már 1987-ben átadásra került, aztán 5-6 évvel felújításra került, jelenleg ott is 4 teremben láthatók relikviák. Ezen kívül Ajkán van, a Városi Múzeumban Fekete István emlékszoba, illetve a Kis-Balatonnál a Diás-szigeten van szintén Fekete István emlékszoba. A többi helyen
emléktáblák, szobrok őrzik a nevét. Hát nem véletlenül én már 2015-ben a Tolna megyei és a Somogy megyei értéktár bizottsággal karöltve felterjesztettük a Magyar Hungarikum Bizottsághoz Fekete István író életét és munkásságát. Hát sajnos még eddig ez erre döntés nem született. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb megkapja ezt a Hungarikum díjat. Én örülnék neki, mert a fia, az ifja Fekete István Chicagóban, aki most, majd február 27-én betölti a 91. évét, szeretném, ha ő ezt még megérné, hogy az édesapja megkapná ezt a rangos elismerést. Fekete Istvánhoz igen közel állt a természet, úgy fogalmazott, a vadászatot az erdőért szerette, az erdőért viszont nem a vadászat, hanem annak lakói miatt rajongott, akikben soha életében nem kellett csalódnia, ellentétben az emberekkel. A múzeumban nyílt új terem is a vadászati témával foglalkozik. Kaptam én egy felhívást, hogy pályázzak, ugyanis tavaly volt a vadászati világkiállítás, és hát megpályáztam a bővítésre egy vadászati teremmel. Beállított egy bácsi a lányával, 93 éves, Tokai Károlynak hívják, vadász és agronomus volt szintén, Dalmondon meg több helyen dolgozott itt a Dél-Dunántúlon, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is a múzeumot szeretné megtekinteni, hanem adományt szeretne átadni a múzeum részére, és a vadászati témájú könyveit megkaptam. Egy itthon lezajlott könyvszavazás szerint a 100 legjobb könyvbe Fekete István 4 klasszikus művét, a Tüskevárat, a Vukkot, a Bogáncsot és a Téli Berek címet viselőt is beválasztották a szavazók. Ez is mutatja, hogy a mai napig közkedveltek írásai.